Hétfőn ismertette a kormány újabb gazdaságvédelmi csomagjának részleteit Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter. A csomag legnagyobb elemét a munkahelyek megtartását segítő intézkedések teszik ki. Ez szerint az állam legfeljebb 3 hónapig átvállalja a cégek bérköltségeinek jelentős részét. Erre akkor jelentkezhetnek a vállalatok, ha csökkentett munkaidőben tudnak csak tovább foglalkoztatni alkalmazottakat. Ekkor az állam a kieső munkaidő után járó bér 70%-át vállalja át. Cserébe a cégeknek a kedvezmény lejárta után 3 hónapig meg kell tartaniuk a munkavállalóikat. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez sok céget megmenthet attól, hogy el kelljen küldeniük az alkalmazottaikat. A mentőcsomag kamattámogatott hitelekkel is segíteni a vállalkozásokat. Erre 2500 milliárd forintot szán a kormány. A Kamara Tolna megyei elnöke szerint viszont ott, ahol egyszerűen nem tudnak dolgozni, a hitelfelvétele rizikófaktort jelent, ezért Fischer Sándor szerint ezt a lehetőséget kevés cégvezető választja majd. Nem tud egyszerűen a vállalkozás arra kalkulálni, hogy hány embert kell fölvennie, mekkora összeget kell fentvenni hitelre, és az visszatérül egyáltalában. Tehát én jobbnak tartom a támogatást. Természetesen minden támogatásban nem lehet megoldani, de egy olyan vegyes rendszert el tudok képzelni, hogy ennek egy kis része hitel, a nagyobb része támogatás. A gazdaságvédelmi programban a kormány által kiemelten kezelt ágazatok segítése is szerepel. Ez szerint a járvány miatt üresen álló szállodák és éttermek felújítására, valamint korszerűsítésére programot indítanak. Hasonlóan tesznek a fürdőkkel is, ezekre 590 milliárd forint áll rendelkezésre. Fischer Sándor már korábban is arról beszélt, hogy a válság leküzdésének egyik fő motorja az lehet, ha nő az állam által finanszírozott beruházások száma. Benne van az is, hogy addig az átmeneti ideig beruházásokat tudjanak végrehajtani, például a turisztikában a szállodákat, hoteleket és egyéb vendéglátóegységeket fő tudjanak újítani, és ehhez támogatást fog biztosítani az állam. Én úgy gondolom, hogy ez jó lépés, és remélem, hogy ebben tudnak majd a vállalkozók gyakorlatilag előre lépni. A gazdasági csomagban szakemberek átképzése is szerepel távoktatásban. A Kamara Tolna megyei elnöke szerint viszont ezzel lehetnek gondok, mert a munkájukat elveszítők között rengetegen lesznek, akik egyszerűen nem rendelkeznek az átképzés megkezdéséhez szükséges érettségi bizonyítvánnyal.